A szankciós válságban Európa és Magyarország is azért küzd, hogy ne veszítse el gazdasági lendületét. Ezt mondta Orbán Viktor Üzbegisztánban. Tízezrek tüntettek Görögországban a szankciók okozta energiaválság és infláció ellen. A témán molotov koktélokat dobtak a rendőrökre. Itthon életbe léptek az újabb árstoppok. A kormány döntése szerint mostantól olcsóbban lehet tojást és burgonyát venni a boltokban. Még mindig számolják a szavazatokat Amerika több államában a félidős választások után. Joe Biden együtt akar működni a republikánusokkal. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán Józsanett vagyok. A jelenlegi háborús és szankciós válságban egész Európa és benne Magyarország is azért küzd, hogy ne veszítse el gazdasági lendületét, ezt mondta Orbán Viktor Üzbegisztánban a türk államok csúcs találkozóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, mivel a világban az energiaválság még sokáig fennmarad, Magyarország arra törekszik, hogy közös gázkitermelési lehetőségeket is keressen Üzbegisztánnal. A fórumon részt vesz a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter beszédében az orosz-ukrán háború kapcsán ismét a békekötés fontosságát emelte ki. Azt mondta, komoly probléma, hogy a globális porondon a háborús retorika sokkal erősebb a békét akarók hangjánál. A türk államok szervezetének 9. csúcs találkozójára érkezett Üzbegisztánba Orbán Viktor. Magyarország 2018 óta megfigyelőként vesz részt a szervezet munkájában. A tanácskozást a félmillió lakosú Szamarkándban tartják, ahol az ülést megelőzően a miniszterelnök kétoldalú megbeszélést folytat a türk partnereivel, az üzbég, a kazah és a kirgiz elnökkel. A tervek szerint pedig pénteken egyeztet Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is. Orbán Viktor elsőként az üzbég elnökkel tárgyalt, a gazdasági és energetikai együttműködésről, illetve a kulturális oktatási kapcsolatok szorosabbra fűzéséről. És megállapodásokat is kötöttek. A két ország erősíti az atomenergetikai, vegyipari, pénzügyi és telekommunikációs területen elkezdett közös projekteket. A kormányfő kiemelte, a jelenlegi háborús és szankciós válságban egész Európa és benne Magyarország is azért küzd, hogy ne veszítse el gazdasági lendületét. Orbán Viktor hangsúlyozta, mivel a világban az energiaválság még sokáig fennmarad, törekszünk arra, hogy közös gázkitermelési lehetőségeket is keressünk Üzbegisztánnal. Lehetőleg hamarabb békét szeretnénk. Magyarország a béke fórumaként tekint a türk államok szervezetére, amelynek minden egyes tagja az ukrajnai háború diplomáciai rendezésében érdekelt. Erről a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén beszélt Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, a türk államok szervezete azon kevés szervezet egyike, amely a kelet és a nyugat közötti együttműködés pártján van, ami kulcsfontosságú a globális biztonság szempontjából. A külgazdaság és külügyminiszter az üzbég-magyar üzleti fórum megnyitóján is felszólalt. Szijjártó Péter jelentős lépésnek nevezte, hogy tavaly stratégiai megállapodást kötött Üzbegisztán és Magyarország. Ennek a stratégiai partnerségnek, amely Üzbegisztán és Magyarország között létrejött, a jelentőségét nagymértékben növeli az, hogy nekünk az most a gazdaságpolitikai célunk, hogy kimaradjunk az európai recesszióból, és mivel a magyar gazdaság a világ 10 legnyitottabb gazdasága közé tartozik, ezért a külgazdasági teljesítményünk alapvetően határozza meg a nemzetgazdaság teljesítményét. A miniszter kiemelte, a globális energiaválság világosan rámutat arra, hogy azok az országok tudnak erősek lenni, amelyek a felhasznált energia nagy részét saját maguk tudják előállítani. Üzbegisztánban és Magyarországon is nagy hangsúlyt fektet a kormány a nukleáris energiára, tette hozzá Szijjártó Péter, aki azt reméli, hogy a magyar szárazhűtéses technológiával a célegyenesben lévő üzbég nukleáris fejlesztésnél számolnak majd. Szólt arról is, hogy emellett egy helyi új gáztüzelésű erőmű építésénél is nagy magyar technológiai hozzáadott érték várható. Egy gyors fejlődésnek vagyunk a tanúi.
a magyar üzbék kapcsolatok tekintetében. A magyar gazdaságban a bruttó hazai össztermék 70%-át teszi ki az export, emelte ki a gazdaság fejlesztésért felelős miniszter. Nagy Márton hozzátette, mivel a hazai piac kicsi, ezért egyedüli fejlődést a külkereskedelem biztosíthatja, nem csak nyugat, hanem kelet felé is. A miniszter azt mondta, olyan fogadókészség van Üzbegisztánban, amivel érdemes élnie minden vállalkozásnak. A már bejelentett gyermentő programon túl újabb 200 milliárd forintos gyermentő garancia és hitelprogramról döntött a kormány, jelentette be a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton közleményében kifejtette, a gyermentő garancia és hitelprogram megindításával összességében újabb elemmel bővül a kormány vállalkozásokat segítő és a szankciók gazdasági hatásait mérséklő intézkedés csomagja. A két részből álló program január 1-én indul. Életbe léptek az új árstoppok, mától hatósági áras a friss tojás és az étkezési burgonya is. A szeptember végi bruttó kiskereskedelmi árat rögzítették, ami a tojásnál nagyjából 25%-os, a burgonyánál pedig 10%-os árcsökkentést jelenthet. A kisboltok támogatást is kapnak az árstopp következményének ellensúlyozására. Nyitás után nem sokkal szinte minden boltban tojásokkal töltötték fel a polcokat, és megkezdődött a termékek átárazása. Így volt ez a burgonyánál is, mától ugyanis mind a két nagyon fontos élelmiszer bekerült az árstoppos termékek közé. A kormány eddig 7 alapvető élelmiszer árát fagyasztotta be, míg az év elején. A kristálycukor, a búzafinom liszt, a napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell és a csirkefarhát és a 2,8%-os zsírtartalmú tehéntej ára csökkent. Ez a lista bővült most a tojással és a burgonyával. Nagyon keresik a hatósági áras termékeket, mert hát mindenki ott fogja meg a pénzt, ahol tudja, és valószínű csak az élelmiszeren lehet jobban spórolni. A boltosok azt mondják, sok vásárlójuk már várta az újabb árcsökkenést, és a legtöbben éppen a tojást és a burgonya árát mérsékelték volna. Azt kellett újra megállapítanunk, hogy a legnagyobb probléma az a szankciós infláció, amellyel a magyar gazdaság küzd. Ezen indokolta az intézkedést a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány célja a jelenlegi inflációt jövő év végére a felére szorítsa le. Az árstoppok már eddig is mérsékelték a pénzromlást, így a tojás és a burgonya árának csökkenése is lejjebb viszi majd az árindexet. Az előzetes becslések szerint éves szinten 0,1–0,2%-kal. Ezért tartják fenn például a gáz és az áram esetében a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig, ezért lehet hatósági árakon tankolni az üzemanyag töltőállomásokon a lakossági fogyasztóknak, és ezért léptették életbe a kamatstoppot a kis és közepes vállalkozásoknak. Most pedig ennek érdekében bővítették az élelmiszer ársapkás termékek körét is. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a friss tojás és az étkezési burgonya esetében az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység vagy akár csomagküldés esetén alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár, az a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. Az árstopp a tojásnál 25%-kal, a burgonyánál 10%-kal csökkenti az árat. Szeptember végén egyébként 10 darab tojás átlagos fogyasztói ára Magyarországon 723 forint volt, míg a késői burgonya kilója átlagosan 352 forintba került. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennél többen nem kerülhet majd a tojás vagy a burgonya a boltokban, hiszen sehol nem egységes áron adták ezt a két terméket, illetve tojásból és burgonyából is több fajtát lehet kapni. Vagyis kisebb-nagyobb eltérések lehetnek majd az árakban és az üzletekben. Pontos, hogy a kis települések boltjai támogatást kapnak majd az árstoppok miatt, a pontos részletek hétfőn derülhetnek ki. Gazdasági visszaesésre számítanak a szakértők és a piaci szereplők Nagy-Britanniában, ahol évtizedek óta példátlan az infláció. A brit jegybank előre jelzése szerint hosszú, akár 2 évig tartó recesszió várható, amelyben nagy szerepe van a magas energiáraknak is. Londonból Kertész Róbert jelentkezett.
A rendkívüli áremelkedés, amely a globális árupiacon, így az energiaordozók piacán is tapasztalható, természetesen beszivárog, begyűrűzik a brit gazdaságba is, és ez rendkívüli mértékben megterheli a háztartások reáljövedelmeit. Éppen ezért erőteljes az a várakozás, hogy Nagy-Britannia a következő időszakot, akár a következő két évet is recesszióban tölti. Árstoppot vezettek be a lakossági villany és gázárakra a szlovák kormány. Az intézkedés egyelőre az év végéig lesz érvényben. A lakosság mellett pedig a kis és középvállalkozások is kaphatnak segítséget januártól március végéig a maximalizált energiaárakkal. Rozsnyóból Gallai negyemesét kapcsoltuk. A kabinet elfogadta a nagy energiaigényű vállalatok megsegítését célzó elképzeléseket is. Úgy tudjuk, hogy az energiaköltségek kompenzálására 40 millió eurót különítenének meg, és ezzel tulajdonképpen mintegy 50 ezer munkahelyet mentenének meg. Tehát ez a támogatás is elvileg gyors és pénztárcabarát lesz, viszont egyelőre nem tudni, hogy milyen feltételek mellett és mikor érkezik. Romániában annyira megugrott a kórházak energiaköltsége, hogy veszélybe kerülhet az ellátás, főleg a gyógyszerellátás, hisz a megnövekedett bér és közüzemi költségek után erre marad a legkevesebb forrás. Közben egy friss felmérés szerint a lakosság 95%-a aggódik a téli rezsiszámlák miatt, emiatt egyre többen különböző praktikákkal próbálják csökkenteni az energiafelhasználásukat. Kolozsváról Birtalan Albert tudósított. Sokan az interneten keresnek megoldásokat, praktikákat, trükköket, amivel otthon aztán jobban lehet takarékoskodni, vagy a földgázzal, vagy pedig a villamos energiával. De nagyon sokan például hajlandóak lennének olyan eszközt is bevásárolni, amely segíthet abban, hogy a számlák alacsonyabbak legyenek. Tízezrek tüntettek Athénban a szankciók miatt, megnőtt energiaárak és az országot sújtó rekordinfláció miatt. A görög parlament elé összegyűlt demonstrálók közül többen molotov koktélokkal támadtak az épületet védő rendőrökre. A tüntetések idejére a szakszervezetek országszerte egynapos sztrájkot rendeltek el. Emiatt sok helyen szünetelt a tömegközlekedés, de részben a hajó és a légiforgalmat is leállították. Nem tűrjük tovább a magas árakat, skandálták a tüntetők Athénban. Szerdán több görög nagyvárosban is tömegek vonultak az utcákra, a háború és a szankciók okozta infláció megállítását követelték. A görög szakszervezetek által szervezett demonstrációkon többek között a pénzromlás mértékéhez igazodó fizetésemeléseket, illetve a minimálbér és a nyugdíjak növelését akarták elérni. Béremelésre és az adóterhek csökkentésére van szükség. Megállt kell parancsolni az energiaárak emelkedésének. Nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk. A kormányunk ezt nem érti meg. Az életünket lopják el tőlünk, mondta egy tüntető tanár. Athénban tüntettek a legtöbben, ahol legalább 20 ezer ember gyűlt össze a görög parlament előtt. A demonstrálók szerint az országban elfogadhatatlanok az életviszonyok, a kormány pedig nem tesz eleget a lakosságért. Egyszerűen nem bírjuk már ezeket az árakat. Tűrhetetlen szegénységben élünk, ezért nincs más választásunk, mint az utcákra menni és küzdeni az életünkért, mondta egy nyugdíjas. Voltak, akik szó szerint értették a küzdelmet, és az országház épületét védő rendőrökre támadtak. A békés demonstrálók közül váratlanul símaszkos férfiak léptek elő, akik kövekkel és molotov koktélokkal dobálták meg a rendfenntartókat. A rendőrök 10 embert állítottak elő az incidens miatt. A feszültségek legfőbb oka, hogy az eurozónán belül Görögországban az egyik legmagasabb az infláció. Az országban közel 30 éve nem tapasztaltak ilyen mértékű pénzromlást. A drámai mértékű drágulás az élelmiszerek mellett elsősorban a lakhatási kiadásokat, így a bérleti díjakat és a rezsiszámlákat érinti. Egy athéni pékség tulajdonosa arra panaszkodott, hogy a tavalyi ár ötszörösét, 1000 euró helyett 5000 eurót kell fizetni a gázért, amibe úgy érzi, belerokkan. A görög kormány az elmúlt évben 9 milliárd eurót, vagyis 3600 milliárd forintnak megfelelő összeget költött a lakosság terheinek enyhítésére. Az utolsó, november elején bevezetett intézkedés szerint az országban hatósági árat vezettek be az élelmiszerboltok egyes termékeire. A fogadtatás azonban elmaradt a vártól.
Az emberek többsége szerint ugyanis állandó árstopra lenne szükség, nem hetente váltakozó kedvezményekre. Ezek nem valós intézkedések. A kormány morzsákat juttat csak az embereknek. Azt hiszik, hogy ezzel majd sikerül betömni a szánkat. Hát azt várhatják. Ha a túlélés a kérdés, akkor az emberek nem fognak hallgatni, mondta egy tüntetőnő. A demonstrációkkal egy időben országszerte 24 órás általános sztrájkot rendeltek el, aminek következtében a légiközlekedés mellett a hajóforgalom és a tömegközlekedés is szünetelt. Több mint 5300 milliárd forintból újulhat meg a magyar agrárium, közölt az agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nagy István hangsúlyozta, az összeg csak nem felét a magyar kormány biztosítja, a másik fele Brüsszelből érkezik. A tárcavezető kiemelte, az uniós források a magyar költségvetési hozzájárulással együtt minden eddiginél nagyobb segítséget jelentenek a vidékfejlesztés, a gazdálkodók és az élelmiszerfeldolgozók számára. Ez az előző program 7 éves időszakához képest 26%-os forrásnövekedést jelent. Ne feledjük, a KAP stratégiai terv jóváhagyásának köszönhetően biztosítottak a magyar gazdák agrártámogatásai a 2023-27 közötti időszakban, és folytatódhat a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar teljes és átfogó megújítása. Emmanuel Macron francia államfő meghívására Párizsba érkezett Novák Katalin köztársasági elnök, aki egy nemzetközi békefórumon vesz részt. Az államfő délelőtt találkozott Nicolas Sarkozyval is. Novák Katalin közösségi oldalán azt írta, a korábbi francia elnökkel arról beszéltek, hogy Magyarország híd szerepére szüksége van Európának és a világnak. A köztársasági elnököt meghívták az egyik párizsi egyetemre is, ahol a magyar családpolitikáról tartott előadást. Különböző intézkedéseket hoztunk Magyarországon, amelyek megpróbálják a fiatalokat célozni, és abban segíteni őket, hogy például pénzügyi segítséget kaphassanak annak érdekében, hogy családot tudjanak alapítani. Tehát mi így jártunk el Magyarországon, és most a költségvetésünkben a GDP 6,2%-át fordítjuk arra, hogy a családokat támogassuk. Pontosan fél évvel ezelőtt vette át Novák Katalin a köztársasági elnöki hivatalt elődjétől, Áder Jánostól. Az új államfőt március 10-én kétharmados többséggel választotta meg az országgyűlés. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a századvég jogi szakértője az M1-en azt mondta, a köztársasági elnök eddigi szereplései azt mutatják, hogy eleget tudott tenni annak az elvárásnak, hogy a nemzet egészét képviselje. Megtalálta a balanszot megítélésem szerint a külpolitikai és a belpolitikai szerepvállalás között, és ugyan nem túlzottan kihangsúlyozva, modorosan, de a korábbi témáját is, a családvédelmet, a magyar családok helyzetének jobbátételét is tudja képviselni. Még mindig tart a szavazatszámlálás több amerikai államban a keddi félidős választások után. Nevadában leghamarabb keddre ígérnek eredményt, Georgiában pedig második fordulót kell kiírni a szenátori helyért, ezért továbbra sem tudni, hogy a szenátusban a demokraták vagy a republikánusok szereznek többséget. A kongresszus alsóházába azonban az a jelenlegi állás alapján a jobb oldal küldhet több képviselőt. Folyamatosan pörgeti a szavazólapokat a számlálógép a nevadai Las Vegasban. Az amerikai félidős választások eredményére azonban az államban még legalább egy hetet várni kell. A nevadai törvények értelmében ugyanis a választás napján leadott levélszavazatok is érvényesek, amelyek postázása a hétvégéig elhúzódhat. Így az állam több kongresszusi képviselőinek kiléte is bizonytalan. A szintén csatatérállamnak számító Arizonában is több százezer szavazat vár még feldolgozásra. Így berjelenleg a demokrata jelölt esélyes a szenátusi helyre, akár meg is fordulhat az állás. A választás napján ugyanis az állam legnépesebb megyéjében több körzetben is meghibásodtak az elektronikus szavazógépek, ezért akár napokig is eltarthat a voksok ellenőrzése. Georgiában pedig már bejelentették, hogy december 6-ára írják ki a szenátorválasztás második fordulóját. A helyi törvények értelmében ugyanis 50% feletti eredmény szükséges a pozíció megszerzéséhez. Az államban viszont három jelölt is indult, így a legtöbb szavazatot szerzett demokrata politikus néhány 10%-kal lemaradt az első körös győzelemről. Joe Biden amerikai elnök szerdán a választásokat értékelő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a demokraták erős éjszakán vannak túl, hiszen félidős választáson az elmúlt
40 évben ilyen kevés képviselőházi széket nem veszített első ciklusát töltő demokrata párti elnök. Hozzátette, készen áll a közös munkára és a kompromisszumra a republikánusokkal. Hadd mondjam el, hogy függetlenül a végeredménytől, amelyhez sok helyen még mindig számolják a voksokat, készen állok a republikánus kollégáimmal együtt dolgozni. Azt hiszem, az amerikaiak világossá tették, hogy elvárják a republikánusoktól is, hogy készek legyenek velem együtt dolgozni, fogalmazott az amerikai elnök. A száztagú szenátusban ugyanis kiegyenlítettek lesznek az erőviszonyok. Magyar idő szerint csütörtök reggelig a testületben 48 demokrata és 49 republikánus képviselő jutott be. Mivel szavazategyenlőség esetén az alelnök voksa dönt, a demokratáknak a többség megszerzéséhez elég két billegő államból egyben győzniük, a republikánusoknak viszont mindkettőre szükségük lenne a többséghez. A kongresszus alsóházában viszont az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy a republikánusoknak kényelmes többségük lesz. Kevin McCarthy már bejelentette a győzelmet, amit Nancy Pelosi még nem ismerte el, a demokraták vereségét. A Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője az M1-en arról beszélt, hogy a republikánusok képviselőházi többsége Washington külpolitikáját is befolyásolhatja. Ez a félidős választás azt gondolom, hogy nem csak az Egyesült Államoknak fontos, Európa és nekünk Magyarországnak is nagyon fontos a jelentősége, kiemelt jelentősége van ennek a választásnak. Remélhetőleg egy új republikánus belpolitikai és külpolitikai irányzat jelenhet meg a törvényhozásban, ami esetleg a békét is elhozhatja, vagy legalábbis a béketárgyalásokat. A szakértő hozzátette, hogy a republikánus képviselők eddig is megszavazták az Ukrajnának nyújtott hatalmas összegű amerikai támogatást, azonban többségbe kerülésükkel valószínűleg már nem küldenek számolatlanul fegyvert, pénzt és humanitárius segélyt az európai országba. Egy migránshajó miatt alakult ki éles vita Olaszország és Franciaország között. Egy civil szervezet által fenntartott hajó a római kormány döntése miatt nem tudott kikötni az olasz partokon, ezért több mint 200 emberrel a fedélzetén elindult Franciaország felé. Marseille ugyan befogadná a migránsokat, de a párizsi kormány egyelőre vonakodik megadni az engedélyt ehhez. Már Franciaország felé tart az Ocean Viking civil hajó, amely 234 emberrel a fedélzetén szerdán távozott a szicíliai Catániából, miután 20 nap várakozás után sem kapott kikötési engedélyt az olasz hatóságoktól. A hajó norvég felségjelzés alatt fut, ám a fenntartója egy francia civil szervezet. Marseille polgármestere közölte, a kikötő város önként vállalja a hajó utasainak befogadását. Egy tiszteltetés lenne. Marseille-ben ez már régi hagyomány, szívesen fogadnánk őket, mondta a polgármester hozzátéve, a döntés a párizsi kormányra vár. Ám a francia kormány szóvivője szerdán közölte, hogy még folynak a diplomáciai egyeztetések a civil hajó befogadásáról. Ugyanakkor leszögezte, szerintük Olaszországnak segítenie kellene a tengeren bajba jutottakat. Elfogadhatatlan az olasz kormány jelenlegi hozzáállása, illetve hogy megtagadják a szóban forgó hajó kikötését. Ez ellentétes az összes európai szabállyal, amelyet az Unió valamennyi országa elfogadott, mondta Olivier Véram. Az olasz kormány kedden elégedettségének adott hangot, amiért Franciaország megnyitja kikötőit a civil hajó előtt, és részt vállal a migrációs vészhelyzet terhéből, amivel Olaszország nem tud egyedül megküzdeni. A Giorgia Meloni vezette új olasz kormány szakított ezért azzal a gyakorlattal, hogy az illegális bevándorlókat szállító civil hajók olasz területeken kössenek ki. Az elmúlt napokban összesen 4 civil hajó rekedt az ország partjainál, mintegy 1000 migránssal a fedélzetén. Az olasz hatóságok 3 hajónak adtak kikötési engedélyt, de csak a várandós nők, a kiskorúak és a betegek szállhattak partra. Az olasz kormány felszólította azokat az országokat, amelyek zászlaja alatt a hajók közlekednek, hogy fogadják be ők a migránsokat. Ez azonban akadályokba ütközik. Hollandiában például a koalíciós kormány egy új törvénnyel kötelezni arra az önkormányzatokat, hogy befogadják a menedékkérőket. Ám a jogszabályt a hónapok óta tartó egyeztetések ellenére sem sikerült elfogadni. A migránsok ma már nem menekülnek a rendőrök elől, hanem szembeszállnak velük. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakony György hangsúlyozta, a magyar kormány 2015 óta konzekvens migrációs politikájával biztonsági kérdésként kezeli az illegális, tömeges, erőszakos bevándorlást, és ennek megfelelő válaszokat ad a magyar emberek biztonsága érdekében.
Amíg a korábbi években, hosszú éveken keresztül, ha az érkező migránscsoport valahol rendőri erőkkel találkozott, akkor megpróbált elmenekülni. Ma már nem így van. Támadást intéznek a rendőri erők ellen, dobálás, kiabálás kézzel, sőt levegőbe lövéssel is zajlik. Ez végig a balkáni útvonalon tapasztalható, legutóbb éppen a török-bolgár határon került sor súlyos fegyveres incidensre. A magyar határ térségében is gyakoriak a fegyveres események. Adathalászat lehet a demokratikus koalíció célja a rezsimentő alap létrehozásával, ezt írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a Dobrev Klára által nemrég meghirdetett akció a baloldalra jellemző átláthatatlan módon gyűjti az adományokat. A párt gyűjtéséről már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is tájékozódik. A legkisebb támogatás is számít. A Facebook oldalon megtaláljátok a részleteket, gyertek velem! Legyünk rezsimentők! Egy saját maguk által rezsimentőnek nevezett alap számára kezdett pénzgyűjtésbe október végén a Demokratikus Koalíció. A kalapozást Dobrev Klára a párt kongresszusán jelentette be. Gyurcsány Ferenc felesége hétfőn közösségi oldalán már azt írta, alig egy hét alatt több mint 15 millió forint gyűlt össze. Ebből a pénzből a DK állítása szerint rászoruló családok decemberi rezsiszámláját fizetik ki. A honlapon azt ígérik, hogy a pénzek útjáról folyamatosan tájékoztatják az adományozókat, csak hogy ehhez az e-mail címen kívül több személyes adatot, például a nevet és a pontos címet is meg kell adni a Demokratikus Koalíciónak. A regisztrációhoz bele kell egyezni az adatvédelmi nyilatkozatba is, és az is szerepel a honlapon, hogy Gyurcsány Ferenc pártja a megadott elérhetőségen kampányeseményekről és választási programokról tájékoztatást küld. A jelentkezés gomb alatt pedig szinte alig láthatóan egy vélhetően a honlap által generált, magyarul értelmetlen figyelmeztetés olvasható, amely arra utal, hogy a DK felhasználhatja a megszerzett adatokat. Adathalászat lehet a DK célja a rezsimentő alap létrehozásával. Az akció kapcsán erre hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Azt írják, a Dobrev Klára által nemrég meghirdetett úgynevezett rezsimentő alap a baloldalra jellemző homályos, átláthatatlan módon gyűjti az adományokat. A portál például eddig hiába kérdezte meg, hogy mennyien adományoztak, és hogy milyen alapon választják ki a megsegítendő családokat. Gyurcsány Ferencék nem reagáltak a megkeresésre. A Magyar Nemzet hozzáteszi, a párt adománygyűjtéséről már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is tájékozódik. Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere egy az Index által korábban kiszivárogtatott hangfelvétel tanúsága szerint már 2019 májusában beszélt a Demokratikus Koalíció adatgyűjtési szokásairól. A DK mögött van egy olyan datamining cég, amelyet egykori titokminiszterben készített, hogy azt, amit a Dobrev Klára mögött látunk ilyen social médiás, meg adatbányászatot, tehát hogy olyan embereket is lehet, hogy ezt a kérdéket egyébként másképp nem. A baloldali polgármester akkor a DK és a Bajnai Gordon volt miniszterelnök, valamint Ficsor Ádám egykori titkosszolgálati miniszter által jegyzett dat-adat kapcsolatára utalt. Igen, segít nekünk a dat-adat. A dat-adat a kampányban Márki-Zay Pétert is segítette adatbázis építéssel. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltjéről pedig a napokban több hírportál is azt írta, új akciójával, az úgynevezett civil nemzeti konzultációval is átláthatatlanul gyűjthet adatokat. A Mandiner úgy fogalmaz, ha valaki kitölti a kérdőívet, akkor az esztergomi, férgező, tetvező, gombázó képviselőhöz kerülhetnek az adatai. Az adatvédelmi nyilatkozatban ugyanis szerepelt az adatfeldolgozók pont alatt egy bizonyos esztergomi Pilár Internet Consulting Kft., amelynek ügyvezetője az a Cserép János, aki az egyik kampányban közösségi oldalán azt írta, a férgeket ki kell ásni, a tetveket meg kell tizedelni, és engedni kell ezt a jobb sorsra érdemes várost paraziták nélkül növekedni. A Jobbikhoz köthető Alfa hír szerint az önkormányzati képviselő által vezetett cég neve egészen keddig szerepelt a Márki-Zay Péter mozgalma által indított konzultáció adatvédelmi nyilatkozatában. A cikk megjelenése után azonban eltűnt, helyette a Mindenki Magyarországa mozgalom adatai jelentek meg.
Halálos baleset történt reggel az M5-ös autópályán Szatymasz közelében. Rendőrségi információk alapján egy autó ütött el egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette. A sztráda Szeged felé vezető oldalát a helyszínelés idejére lezárták, a baleset körülményeit vizsgálják. A 2020-as évtizedben az a cél, hogy a magyar tudósok felfedezései alapján magyar vállalkozók, magyar munkavállalókkal építsenek olyan jövőt, amelyben megálljuk a helyünket a nagyobb nemzetek között. Erről az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár beszélt az 5-ös Lorent kutatási hálózat díjátadó ünnepségén. György László elmondta, a kormány az elmúlt években folyamatosan növelte a kutatás fejlesztésre és innovációra szánt összegeket. Közel megdupláztuk a kutató, fejlesztő és innovatív munkakörben dolgozók számát Magyarországon. A legnagyobb növekedést az Európai Unióban mi értük el. És annak érdekében, hogy a jövő biztos munkahelyi Magyarországon jöjjenek létre, az a célunk, hogy 2030-ig még meg másfélszerezzük a kutató, fejlesztő és innovatív munkakörben dolgozók számát. Junior Prima díjat kapott ismeretterjesztés és média kategóriában a közmédia műsorvezetője Koltai Kisbori. A kitüntetés indoklása szerint az elismerést alázatosságával, kitartásával és rátermettségével érdemelte ki. Koltai Kisbori pályafutását 5 éve a Duna csatorna a Dal című műsorában kezdte. Ezután az M2 gyerekcsatorna arca lett, jelenleg pedig az M5 kulturális csatorna szerkesztő műsorvezetőjeként dolgozik. Koltai Kisbori az M1-en arról beszélt, hogy az a célja, hogy megmutassa a nézőknek, hogy a tudomány nem csak érdekes, hanem szórakoztató is tud lenni. Nekem célom az, hogy a fiatal közönséghez is szóljak. Azt gondolom, hogy ez leginkább akkor jó, hogyha úgy organikusan történik. Én abban reménykedem, hogy a fiatal nézők, hogyha egy hozzájuk hasonló fiatalt látnak a képernyőn, aki őszintén megéli azokat a pillanatokat, azokat a szituációkat, amikbe ők belekerül, azzal talán ők is könnyebben tudnak azonosulni. 19 millió forinthoz közelít az adományok összege az idei Jónak lenni jó akcióban. A közmédia ezúttal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjt. Szerdán pedig megérkezett az első nagyobb összegű adomány, és egy ügyvédi iroda 1 millió forinttal támogatta a jótékonysági akciót. A zebránál várakozik Szakás Zsombor és kutyája Remzi, hogy átmehessenek az úton. Amint a jelzőlámpa csilingel, leléphetnek a járdáról. Most még kísérővel együtt közlekedhetnek, de hamarosan vizsgáznak, és akkor már önállóan mehetnek mindenhova. Zsombor még középiskolás korában veszítette el a látását, Remzi pedig már az 5. vezető kutya segítője. A kutyák kiképzése 1-2 évig tart, és több millió forintba kerül. Remzi kiképzését a Látássérültek Egyesülete finanszírozta, amiért a férfi azóta is hálás. Kutyával közlekedni csodálatos. Úgy szoktuk mondani, hogy kutyával közlekedni, kutya nélkül közlekedni lehet, de nem érdemes. Tehát a kutyával érdemes közlekedni, mert sokkal biztonságosabb, nagy biztonságot ad az utcán a forgalomba. 10 óra 58 perc. Ez egy beszélő telefon, ami a látássérülteket segíti. Egy-egy ilyen használati cikkára sok esetben jóval magasabb, mint a hagyományos eszközöké, ezért az Egyesülettől bérelhetnek ilyet a látássérültek. Hogyha ezt szeretnék megvásárolni, ugye ezt minden, ez a kölcsönzés azért is jó számukra, mert ezeket ki tudják próbálni, ezek legfőképpen olyan segédeszközök, amik elég drágák, ugye, és ez így nekik jó, hogy kézzel fogható, előtte ki tudják próbálni, hogy mi az, amit majd esetlegesen megvásárolnak. A közmédia az idei Jónak lenni jó kezdeményezésében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjt. A jótékonysági akcióban már a 19 millió forinthoz közelít az adományok összege. Megérkezett az első nagyobb összegű felajánlás is egy ügyvédi irodától. Ők 1 millió forinttal támogatták az adománygyűjtést. Kérjük, adja meg a támogatni kívánt szervezet kétjegyű kódját. Segíteni továbbra is a 13600-as telefonszámon keresztül lehet a 96-os kóddal. Minden SMS vagy hívás 500 forint adománya látássérülteknek. A Jónak lenni jó kampány december 18-án zárul az egésznapos műsor folyammal. Eddig tartott a híradó. További híreinket megtalálják az interneten is a híradó.hu-n. Most jön a Nemzeti Sporthíradó, ha tehetik, maradjanak velünk.